Székely udvarhelyről indult az 5. pünkösdi lovas zarándoklat. Két nap lovaglás után érkeztek meg Csíksomjóra. A több mint 200 lovas között volt Potápi Árpád János is. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a lovas zarándoklat nem csak a székely magyar lovas hagyományok felelevenítése szempontjából fontos esemény, hanem a nemzeti összetartozásnak is egy szimbóluma. Három irányból közelítettük meg Csíksomjót, és jó volt látni azt, hogy a péntek délután, illetve este felé a lovas csapatok gyülekeztek, és ott közösen tudtunk megemlékezni a Nemzeti Összetartozás napjáról, illetve az ima üzeneteket azoktól a közösségektől, településekről, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni a búcsúba, azt elhoztuk. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, idén egy időpontra esett a trianoni békediktátum 102. évfordulója és a csíksomjói pünkösdi búcsú, ami miatt még több ember gyűlt össze Erdélyben. Jó volt látni azt, hogy milyen sokan vagyunk, milyen sokaknak fontos a nemzeti összetartozás, a nemzeti összetartozás érzése is, élménye, és hát egyáltalán a hazaszeretet, mert azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb üzenete az idei pünkösdi búcsúnak is. Egyébként a jelmondat, a Pax et bonum vult, ez béke és jóságot jelent. Ügetés közben készítették ezeket a felvételeket a lovas zarándoklat tagjai. Vida Tünde az Örökségünk mozgalom életre hívója, és paksi társai, valamint Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, Csibi Krisztina, a Magyarságháza Nonprofit Kft. Ügyvezetője is részt vett a lovas zarándoklaton és a csíksomjói búcsún. 71 néhány kilométert tettünk meg két nap alatt. Székely udvarhelyről mentünk Csíkszeredába, illetve Csíksomjóra. Van sportértéke is, tehát teljesítményértéke is a dolognak, de egyébként gyönyörű útunk volt, és nagyon-nagyon jó szervezésnek köszönhetően kényelmes is volt a dolog. Hát napi 8 órát kellett lovon ülni. Vida Tünde azt mondta, a lovas zarándoklat és a csíksomjói búcsú idén is hatalmas élményt jelentett számára. Ott eltöltött két és fél óra, az ad egy lelki feltöltődést szerintem mindentől függetlenül, és ugye most a jelmondat a béke és jóság. A csíksomjói búcsú a magyar nemzet legjelentősebb vallási eseménye. A székelység 455 éves hagyománnyal rendelkező fogadalmi zarándoklatán több mint 100 000 ember vett részt.